Na, elvileg megy. Sziasztok, én Hárdi Puskás Katalin vagyok, és itt vagyunk a Teklő utca 10 szám alatt, a 23. kerületben. Jelen pillanatban elmarad a kilakoltatás, ez az egyik jó hír, amit szeretnék veletek megosztani, a másik pedig az, hogy végre találkoztunk egy olyan szállító munkás brigáddal, amelyik abban a pillanatban, hogy megtudta, hogy kilakoltatáshoz hívták, abban a pillanatban közölték velünk, hogy ők bizony nem kilakoltatásra lettek ide hívva, ez az ő felfogásukkal, az ő erkölcseikkel ellenkezik, tehát konkrétan arról volt szó, hogy itt egy bútor, tehát hogy mondjam, egy cseréről, vagy egy eladásról van szó, egy sima eladásról van szó, és itt tudták meg, hogy kilakoltatásról van szó, ők ehhez nem adják saját magukat, nem adják a cégüket, mert ők mindenfajta munkát elvállalnak, ahol ott van egy vevő, és ott van egy eladó, és nincs ott egyetlen rendőrse, és nincs ott végrehajtó. Tehát gyakorlatilag igenis a szállító munkások között is vannak tisztességesek, és hogyha ő meg tudja tagadni, mert hogy ő nem ezért, nem erre szerződött, hogy kilakoltasson embereket, akkor bármelyik másik szállító cég is ezt meg tudja tenni. Itt tulajdonképpen több láncem van, ez az egyik láncem, amelyik meg tudja akadályozni a végrehajtásokat, csak becsületes embernek kell hozzá lenni, és ezt kell ugye hirdetni. Ugyanezt tudja tenni a lakatos is. Sokszor azt mondják, hogy hagyjuk békén a lakatosokat, mert hogy a lakatos csak a munkáját végzi. Ez így van. Csak nézzük meg, hogy a kilakoltatás esetén mi a munkája egy lakatosnak. Konkrétan az, hogy kinyitja az ajtót, és szabad teret ad a szabad rablásnak, a törvénytelen rablásnak, a törvénytelen végrehajtásnak. Ezt egy tisztességes ember nem teszi meg. Ugyanúgy, mint ahogy ezek a szállító munkások sem tették meg, nem engedték azt, hogy nem akartak köbszereplővé válni, kértem, hogy ezt mondják el, mert nagyon jó példák, de ehhez nem járultak hozzá, nem akarnak köbszereplők lenni, de ettől függetlenül én mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy igenis Magyarországon vannak tisztességes emberek, akik ellenzik a kilakoltatásokat, és nem vesznek benne részt, és ez bármelyik szereplő megteheti, akár a közjegyző, akár a bíró megteheti, a végrehajtó megteheti, az orgazda, mert én csak orgazának nevezem azokat a vevőket, akik ilyen törvénytelen kilakoltatásokból vásárolnak ingatlanokat nyomott áron, mert ez erre más jelző nem. Megtehetik a lakatosok, itt is 400.000 forint a követelés összesen. Itt is 400.000 forint a követelés összesen, amit már kettőször láttam a papírt, a végrehajtó írta a tulajdonosnak, hogy már duplán ki van fizetve. Ehhez képest mégis ki lett írva a végrehajtás. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy ha mindenki a lelkiismeretére és a becsületére hallgat, akkor Magyarországon ilyen kilakoltatások soha többet nem lesznek. Ezt kívánom az összes szereplőnek, aki a végrehajtásban, a végrehajtási láncban szerepel. Kihagytad belőle a földhivatali dolgozót, meg az a lényeg, hogy ha bármelyik láncszem kimarad, akkor ugye megszakad a folyamat, így és nem van. Tud meg kilakoltatni. Pontosan. Bármelyik láncszem, bármelyik mondhatja azt, hogy ő nem, közjegyző mondhatja azt, hogy ő nem hitelesíti, bíró mondhatja azt, hogy nem jogos ez a követelés, a végrehajtó azt mondhatja, hogy ellenőrizheti, hogy jogos vagy nem jogos, mondhatja azt, hogy nem. Én olyan végrehajtásban nem veszek részt, ami törvénytelen. Vagy kétes. Utána nézek, hogy jogos-e egyáltalán, mert hogy az igazságnak és a törvénynek azért érvényesülnie kell egy jogállamban. Ez is mutatja, hogy Magyarország ugye mennyire jogállam, mert hogy ezt nem teszik meg. Sőt, nem olyan régen azt olvastam a neten, hogy konkrétan erre felhatalmazást kaptak, hogy nem kell nekik ellenőrizni, hogy jogos vagy nem jogos a kilakoltatás. Nagyon-nagyon jogtalannak tartom. De ugyanígy a lakatos megállíthatja, ugyanígy a szállító munkás megállít, bármelyik láncszem kiesik, vége a kilakoltatásoknak. Itt egy nagyon egyszerű módszer, csak a becsületünket kell használni, és becsületes magyar embernek kell lenni. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Én annyit még hozzátennék, hogy sokan azt hiszik, akik nézik ezt a videót, vagy bármelyiket kilakoltatásról, hogy hát minek mennének oda, mit tudnának ők tenni. Hát kérem szépen, most csak annyi történt, hogy amikor megjött a kilakoltató cégnek az alkalmazottjai, akkor a kapuban már itt várt a 10 ember 5 kamerával, és már ebből leesett neki, hogy ő a híradóban benne lesz, és ezt nem biztos, hogy meg kéne csinálnia. És rögtön el is mondtuk a kamerák előtt azt, hogy ez itt bizony bűncselekményben való részvétel, abban a pillanatban már hátrált is meg, és ment ki belőle. Igen, de itt ebben ezt másnak is elmondtuk, ennek ellenére megcsinálta a kilakoltatást.
tagadást, ők viszont kifejezetten a lelkiismeretükre hivatkozva tagadták meg. Azt mondták, hogy őrekik nem mondták, hogy kilakoltatás lesz, azt mondták, hogy egyszerű szállítási munkáról van szó. Szó nem volt kilakoltatásról, tehát belettek csapva. Amint megtudták, hogy kilakoltatásról van szó, azt mondták, hogy ők ilyen munkában nem vesznek részt. És ez az, ami példaértékű, és nagyon szépen köszönjük ennek a pár embernek, aki merte vállalni azt, hogy becsületes magyar ember. Erről beszéltem ebben a riportban végig. És én még egyszer megköszönöm akkor a figyelmet, én magam részéről befejeztem. Sziasztok!